A programok idén is most már a Naturpark Egyesület székhelyén indultak. A lelkes résztvevők egy-egy korty erősítő mellett regisztrálhattak a 18 kilométeres túrára. A nulla fokos idő sajnos sok túrázás szeretőt elrettentett, de akik vállalkoztak a kirándulásra, talán nem bánták meg. A Gyár utcában a reggel mindjárt disznóvágással kezdődött. Csutorás Robert Böllértől a vágás menetét kérdeztük. Nyilván a sertés elvéreztetésével kezdődik a bitással, aztán perzselés, mosás, bontás, stb., amiből ugye hát készül pecsenyehúsok, hurkakolbász, disznósajt, nyilván ebbe a körbe most nem, de hát ez mindig változó. A bemelegítés után indulhattak is a bátor vállalkozók a túrára. A lelkes csapat örömmel indult az erdőnek. Amíg ők a kilométereket rótták, addig azzal párhuzamosan zajlott a Pálinka verseny idei zsűrizése. Mint az Gál Péter elmondta, 2018-ban 54 mintával 15 versenyző nevezett. Bár a nevezők száma kevés, ehhez képest nagyon sok mintát kóstolhattak. Többek között alma, birzs, sőt törkölypálinkát is bíráltak. Illetve, hogy megtudtuk, ők nem bírálnak, hanem értékelik a pálinkákat, azaz a gazdáknak és a főzőknek a munkáját négy szempont alapján. Értékelünk, egy technológiai tisztaságot veszünk figyelembe, itt a cefre készítés, a gyümölcs alapanyag, illetve a pálinka főzésnek a technológiáját, hogy nem utópárlatos, illetve előpárlatos maga a pálinka, van-e valami hibája. Egy illatkaraktert, illattisztaságot nézünk, ami a gyümölcsre jellemző illatokat kell, hogy tartalmazza maga a pálinka, felismerhető legyen és intenzív. Egy szájérzetet vagy ízkaraktert figyelünk még, hogy elég tartós-e a gyümölcsre jellemző ízekkel, találkozunk-e a pálinkában, és egy harmóniát számítunk még, hogy az összhatásában mit ad nekünk ez a pálinka. Az értékeléssel párhuzamosan már a disznó feldarabolása és sütése is megkezdődött, ez utóbbi a Hemi konyháján. Abban biztos vagyok, hogy elegendő lesz a húsmennyiség, mert azért a kettőből van bőven. Nyilván azért lesznek éhes szájak, úgyhogy úgy gondolom, hogy minden el fog fogyni. A téltemető túrának idén volt egy kiemelt vendége is. Bacskai Balázs Európa-bajnok olimpikon, aki Szabolorán polgármester és barátja Nagy Laci invitálására érkezett városunkba. Mint elmesélte, stávunknak különleges alkalom ez a mai nap számára, hiszen először vett részt disznóvágáson. Soha nem voltam még, aztán most nekem ez egy óriási élmény. Aztán igazából csak meglepetések vártak, mert csak mondták, hogy jöjjek, elnézem meg. Mondom, oké, eljövök. Aztán utána próbálnak rám bízni ilyen különböző feladatokat, hogy tegyem a szájába a disznónak azt a kanócot, nem tudom mit. Aztán így jó pofa volt, aztán megpróbálok egy segítkezni, most megpróbálok letisztítani a disznókat. Aztán inkább a legnagyobb segítség az lesz, amikor megeszem, kb. Szerintem ennyi. Balázs nem csak a délelőtt, hanem a délután programjaiban is részt vett.